Görögdinnyét kóstolt ez a pécsi hölgy a Kossuth téren. Mint minden évben, idén is megrendezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara dinnye promócióját. Az eseményen mintegy egy tonna gyümölcsöt osztanak a járókelőknek, hogy népszerűsítsék a Baranyában termett finomságot. Horváth Béla, a dinnye termelő, elmondta, hogy nem egyszerű a helyzetük, hiszen az aszály és az áremelkedések is befolyásolják a szezont, de szerencsére sem a minőségre, sem a mennyiségre nem lehet panasz. Én úgy gondolom, azon a szinten tudjuk tartani a dinnyéket. Nagyon sok ebből a görög dinnyéből bejut magyar áruházakba is, ami bizonyos szinten ott tartja a dinnyét egy 200 forint környékén, ami eladható, és a vevőknek se jelent nagy terhet a mai világban. Mindenki válaszol meg, hol vásárol dinnyét. Van dinnyénk, végig szeptemberben is tudunk dinnyét hozni a baranyai piacokra, meg általában máshova is. A rendezvényen elhangzott, hogy már fóliasátrakban is termelnek dinnyét Baranyában, ezzel elősegítve, hogy minél előbb kezdődjön a szezon, és jó minőségű termék kerüljön az asztalra. Horváth Zoltán kormány megbízott elmondta, minden évben kiegészítő támogatásokat biztosítanak az agrárforrásból a zöldség és gyümölcs termelőknek, hiszen az idei évben igazán nehéz helyzetbe kerültek az agrárszektorban dolgozók. Egy olyan évről beszélünk, ami egyébként több szempontból kihívást valamennyi mezőgazdasági termelő elé állít. Nem csak az aszályra, nem csak a jégverésre gondolok, ami mind a kettő megjelent sajnos az elmúlt időszakban a megyénkben, hanem azokról az áremelkedésekről, legyen az energia, inputanyag, műtrágya, növényvédőszer, amely minden termelőt érint és sújt. A jó minőségű baranyai dinnye nagy mennyiségben áll rendelkezésre, elérhető a megye piacain és az új pécsi vásárcsarnokban is. A Baranya megyei önkormányzat elnöke az eseményen elmondta, hogy az ukrajnai háborús helyzet számos területen befolyásolja az árak alakulását, így például a szállítási költségekben is jelentkezik az emelkedés. Őri László hozzátette, hogy ezért is érdemes a helyi termelőktől vásárolni. Akkor, amikor egy-egy helyi terméket, görögdinnyét, vagy éppen valamilyen más itt termett gyümölcsöt választunk, akkor azzal nem csak abban lehetünk biztosak, hogy a családunk számára jó minőségű, egészséges terméket viszünk haza a piacokról és a boltokból, de mindenképpen segíthetjük a helyi termelőket is egy kis plusz bevételhez jutni, ez pedig a helyi gazdaságnak tud egy új lendületet adni. A Kossuth téren járók péntek délelőtt kóstolhatták meg a baranyai gyümölcsöket, görögdinnyét és sárgadinnyét egyaránt kínáltak a szervezők.